Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják, tartsanak velünk! Tojásírás, tojásfestés nem csak a színekkel, hanem a mintákkal is üzentek. Vas Albert szobor, a teveli székelyek állítottak emléket az erdélyi magyar írónak. Székely magyar foci torna, a legmesszebbről, Madéfalváról érkezett csapat nyerte a tornát. Kőkori eredetű a rovásírás, Varga Géza a székely hieroglifikus írást kutatta. A húsvéti készülődés egyik legfontosabb eleme a tojásfestés. Hogy hogyan kell hagyományos módon írni a tojásokat, arra tanít meg a következőkben minket Illés Tiborné. Sebestyén Ádám könyvéből tudható, hogy a bukovinai székelyek kezdetben nem írtak tojást. Az első világháború befejezése után a hazatérő katonák hozták magukkal az írott tojásokat, innen vették át a székelyek is a szokást a húsvétot megelőzően. A tojásírást az asszonyok munkájának mondták, az emberek azok faragtak, a faragásukba vitték be a díszítéseket, az asszonyok pedig szőttek, vartak, abba tudtak díszítéseket, és úgy a tojásokba is rávarázsolták, ráírták a mintákat. A tojásokat nagypénteken írták, kapcsolódik a húsvéti misztériummal is, mert nagypénteken feszítették keresztre Krisztust, és ahogy a monda mondja, hogy a keresztfáról a Krisztus vére lecsöppent egy tojásra, és az megfestette pirosra. Tehát innen indul a piros tojásnak a szín választása is egyrészt. Másrészt pedig az asszonyok, amilyen festő növényeket kereshettek, találhattak, ilyen mondjuk egy kamilla, ami sárgítónak használták, ilyen például a hagymahéj, az volt a konyhában, abból összegyűjtötték, felfőzték, beáztatták, és a megfőtt, megírott tojást beletették, és az ilyen szép sárgára, barnára festette. A pirosítót pedig régen azt mondták, hogy a zsidós boltba vették, és a zsidónál voltak olyan növényi gyökerek, amit hogyha szintén felfőztek, abból lett a piros szín. Festettek kék tojást is, ami a tintának a színéből alakult. Piros, ahogy hallottuk, Jézus véréhez kapcsolódott az időseknél. A fiataloknál pedig nem nehéz kitalálni, a szerelmes ifjú lányok üzentek ilyen módon szívük kedvesének. Az igazi üzenet azonban nem a színekben, sokkal inkább a tojásra festett motívumokban volt. A tojásírás mintáit az asszonyok és a lányok a környező életekből, az környező tárgyakból vehették, mert megrajzolták az ekevasas mintát, megrajzolták a csillagos mintát, a nyuszifüles mintát, és a András Sebestyén Ádám könyve szerint a kerekrózsás, tulipános, gyöngyvirágos, pillangós, kiscsillagos, nyúlfüles, ördögtérgyes, tubarózsás, csipkerózsás mintákat rajzolták, tehát ebből is látszik, hogy a paraszti kultúra a környezetéből, a világából vette a mintákat. A bukovinai székelyek úgy írták a tojást, hogy legelőször is megtisztították az alomból kiszedett tojást, és megfőzték. Egy kicsi ecetet is tettek a vízbe, hogy zsírtalanítsák, mert hogyha zsíros volt a tojás, akkor nem fogta be a festék. Közben a mévíjat is előkészítették, azt egy kis bádog edénybe beletördelték, és a kályhán felolvasztották. Amikor elég meleg volt a viasz, akkor ezt egy speciális eszközzel, az írókával írták a tojást. Az íróka egy olyan kis eszköz, ami egy fadarabra rész lemezkéből sodortak össze egy kis csövecskét, ebbe a csőbe raktak disznós sörtét, ami jól vezette a viaszt, és ezt az egészet, a rész lemezkét, a fadarabot összedolgozták egy fonallal. És
fontos az, hogyha az íróka összegyűjtötte, magába szívta a viaszt, egy picit le kell csepegtetni, én szoktam a körmömre is rá csöppenteni, hogy az első csepp az ne egy olyan nagy bumszli legyen. A tojást a kezünkbe fogva eldöntjük, hogy mit fogunk rá hímezni, vagy írni, osztásost, vagy osztás nélkülit. Az osztásossal pedig úgy írjuk, hogy elkezdjük vezetni az írókát, megpróbáljuk jó egyenesre, körbe-körbe vezetjük, és közben másik kezünkkel forgatjuk a tojást, és igyekszünk úgy vezetni az írókát a viasszal, hogy éppen összetalálkozzanak. Amikor megírtuk a tojást, akkor az előkészített festőlébe beletesszük. Nem kell sok idő, hogy befogja. Kivesszük, és hagyjuk megszáradni. Szalonna bőrkével bekenjük, és ezzel szép fényes lesz, és így lesz kész egy írott tojás. Kettős ünnepet ültek a teveli székelyek. Vas Albert erdélyi magyar író szobrát avatták fel Tevelen, és ezzel egy időben átvehették azt a kis buszt, melyre a helyi székelykör adott be pályázatot és nyert támogatást. Az ital a könyv, a kenyeres sár. Ünnepi pillanatokra készülnek a teveli székelyházban. Ide kanyarodik be az a kisbusz, melyet a Magyar Falu program keretében nyert el a civil szervezet. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolnamegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője arról beszélt a jármű átadása kapcsán. A civil program keretében 5000 szervezet mondhatja magát nyertesnek. Én azt gondolom, hogy a teveli székelykörnek is ez egy óriási segítség, hogy tudják használni innentől kezdve ezt a mikrobuszt különböző dolgokra, akár rendezvényekre tudnak elmenni vele, akár anyagbeszerzésre, akár a falu életében tudnak vele segítkezni, úgyhogy örülök annak, hogy benyújtották a pályázatot, és sikeresen is tudtak pályázni. A teveli székelyek sikeresen pályáztak az elmúlt években, összesen 17,5 millió forinttal gazdagodott a szervezet, melyből többek között a rendezvények lebonyolítását segítő eszközöket vásárolták, de ebből finanszírozták a Vas Albertet megformáló szobor elkészítését is, melyre a kormány egyedi támogatásként 1,4 millió forintot biztosított. A nemzeti összetartozás érzését az elmúlt években jelentősen meg tudtuk erősíteni Magyarországon, Kárpát-medencében és a diaszporában egyáltalán, ahol bárhol, ahol magyarok élnek. Ez volt az egyik legfontosabb eredménye az elmúlt 12 évnek. Büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk, büszkén vállaljuk a kultúránkat, büszkén vállaljuk a történelmi nagyjainkat is, így például Vas Albertet. Az első köztéri szobra Bonyhádon került elhelyezésre 2005. január 8-án, és most örülök annak, hogy itt a választókerületemben a másodikat is el tudtuk helyezni Tevelen. Gondtalan vagyok, mert vallom, hogy a gondolat szabad, mert hazám ott van a Kárpátok alatt, és népem a magyar. Hontalan vagyok, mert hirdetem, hogy testvér minden ember, és egymásra kell leljen végre egyszer mindenki, aki jót akar. Hontalan vagyok, mert hiszek jóban, igazban, szépben, minden vallásban és minden népben, és Istenben.
ki a diadal. Erős Pál a tevelés székely kör elnöke azt mondta, azért döntöttek az erdélyi magyar író szobrának felállítása mellett, mert megítélése szerint Vas Albert élete és szellemisége példaértékkel bír. Én úgy gondolom, hogy a Vas Albert élete példaértékű, egy csodálatos, hatalmas szimbólum az embereknek, maga az irodalmi tevékenysége, illetve a magyarsága, amit élt, amit megélt és amit hátrahagyott. Vas Albert úgy gondolom, hogy vissza kell térjen, és mindenhol hálhatna, mert maga a személyisége mindent betölt. Nem fizikálisan van jelen, hanem a lelki, illetve is az üzeneteiben, a példé, a filozófiában, és ez minden magyar faluba, minden magyar városban ott kell, hogy legyen. Mindenképp példaértékű az élete, ahogy megőrizte az emigrációban is a magyarságát. Csak a vér és a nyelv tudja összekötni az embereket, a közös múlt emléke. Olvasható a Túri Török Tibor szobrász által készített alkotáson. Hatodik alkalommal rendezték meg Dombóváron a Székely Magyar foci tornát. A helyi két gárda mellett Somberekről, Bátaszékről és Madéfalváról érkezett egy-egy csapat. A tornát három győzelemmel a madéfalviak nyerték. Óriási csaták a pályán, baráti beszélgetések a kispadon. A hatodik Székely Magyar foci tornára még Madéfalváról is érkezett csapat. Megtiszteltetés és Madéfalvaként, aki a bukovinai székeknek az ős hazája, vagyunk a bölcsője, hogy itt lehetünk és ez a kapcsolat él. Ez a torna szól a fociról, szól az összetartozásról, szól az, hogy arról, hogy bármennyire is a történelem, az idők viszontassága szétszakít egy népcsoportot, attól a kapcsolatok tudnak élni, és érezzük azt, hogy egymáshoz tartozunk, kell ezt a kapcsolatot bővítsük, átadjuk a következő nemzedéknek. Jó itt lenni, jó focizni, jó mozogni, és itthon érezzük magunkat Dombováron, de az egész Magyarországon. Mi különösebben nem készültünk erre a tornára, igen, szoktunk, nagyon sok tornán veszünk részt, Székely Földön is, vagy ilyen nemzetközi tornán is, úgyhogy nem teljesen új a foci, de nem rutinszerűen játszunk minden nap. Mindig 100%-ot szeretnénk teljesíteni, úgyhogy győzelemre dolgozunk. A bátaszékiek is mindig szívesen jönnek a baráti foci tornára. Hatodik alkalommal vagyunk itt, és mindeddig 6 ilyen torna volt, tehát lehet mondani, hogy 100%-osak vagyunk már, mint a részvétel tekintetében. Többféle színes eredményt is elértünk már, volt, hogy megnyertük a tornát, de én azt gondolom, hogy nem ez a lényege. Az a lényege, hogy együtt vagyunk, akár a völgység környékén élő székely települések képviseltetik magukat. Egy szép, eredményes napon túl leszünk, jó játék, mozgás, és azt gondolom, hogy beszélgetések tömkelege, hiszen vannak, akikkel csak ilyenkor találkozni. A miénk az folyamatosan változik. Hoztunk fiatalokat, jobban mondva ők fogják tudni végigfutni azt a 20 percet, ami rendelkezésre áll. Mi igyekszünk színesíteni csak az eseményt. A dombóvári székelykör a városi ünnephez kapcsolódóan szervezte meg a tornát a Buzánszky Jenő sportkomplexumban. Nagyon örülünk, mert egyébként az elmúlt 2 esztendőben nem sikerült, Covid-ra tekintettel, és tulajdonképpen aki meghívtunk csapatokat, mindenki részt vesz ezen, egy nagyon baráti hangulatú mérkőzéseket szeretnénk, és ebből abszolút hagyományőrző kupa a jelleg az egésznek. Egy hónapja a csapat minden pénteken erre kupára készült, részben futballisták vesznek részt a csapatunkban, részben amatőrök, és egy nagyon jó kis baráti társaság az egész. 2-3 mérkőzésből 2 vereségünk van és 1 győzelmünk, de most óriási elánnal megyünk neki a 4. mérkőzésnek, és szeretnénk győzelmet aratni. Hagyományokat őrzünk, nagyon sűrűn visszajárunk Székelyföldre, rengeteg barátunkkal átadjuk a kapcsolatot azóta is. A foci tornát ismét Madéfalva nyerte 3 győzelemmel. Ezüstérmes lett a Dombóvár 2. számú csapata, a bronzérem pedig a somberekiek nyakába került. 4. helyen végzett a Dombóvár 1-es gárdája, és 5. lett Bátaszék.
A székely rovásírás kőkori világmodellek jelkészletéből származik, vallja Varga Géza. Azaz a közös gyökerek miatt áll rokonságszerű kapcsolatban Eurázsia legősibb írásaival és az amerikai indián szimbólumokkal. Az írástörténész több előadásból álló sorozatot indított a témában. A hieroglifikus írást egy magyarral rokon ősnyelv számára alkották meg, mely azonos lehet a Bibliában említett a bábeli zűrzavar előtt használt nyelvvel. Varga Géza a rovásírást évtizedek óta kutatja. A hieroglifikus írásrendszer felismeréséhez a székely írás eredetének 4 évtizedes történeti, nyelvészeti, írástani, régészeti, építészeti, genetikai és matematikai kutatása, valamint mitológiai adatok és megfontolások vezették el. Az írásszakértő szerint az ősi jelkészlet a vallási jellegű használatnak köszönhetően maradt fent és lett a későbbi írások alapja. Geológus technikusként kezdtem dolgozni, aztán még 5 felsőfokú szakképesítést is szereztem, de nem vagyok se nyelvész, se régész, se történész. Mindig régésznek szerettem volna lenni, de arra hamar rájöttem, hogy abból nem lehet megélni. Úgyhogy eleve nem is tanultam régészetet, de az érdeklődésem megmaradt. És aztán 1970-ben, amikor programozóként dolgoztam, és a vállalatok sikkasztásra használták a számítástechnikát. Tehát attól kezdve nem volt érdemes dolgozni, és mivel minden cégnél ugyanez volt, felmértem, hogy le tudom élni az egész életemet úgy, hogy mások sikkasztásához vagyok balek. És ehhez nem volt kedvem. Egy idő után ott hagytam a vállalatokat, mondtam a feleségemnek, hogy csak akkor megyek állami vállalathoz dolgozni, ha már 3 napja nem tudod enni adni a gyerekeknek. De hát ez nem fordult elő, és akkor 1970-ben, tehát elég régen, lassan 52 éve, elhatároztam, hogy tisztázom a székely rovásírás eredetét. 10 évig olvasgattam az irodalmat, és akkor rájöttem, hogy hát ez komolytalan. Amit itt 100 év alatt előadtak, az először is nincs bizonyítva, ugye az ótürkeredeztetést erőltették 100 éven keresztül, és hát ma már bizonyítani tudom, hogy tudatosan nem mondanak igazat. Sajnos, szomorú, hogy így van. Viszont ugye az 52 év alatt minden nap dolgozom. Kezdetben csak olvastam az irodalmat, mentem a villamoson a munkahelyemre 1 óra oda. 1 óra vissza, és este 8-tól 10-ig még 2 óra, az napi 4 óra. Ma már 8-10-12 órában tudok ilyen munkát végezni, és összeállt a rendszer. Ez egy kőkori eredetű rendszer. Tehát ezek a kőkori jelek, megdöbbentő, öröklődtek át, és maradtak meg a székely rovásírásban. Nem csak abban, tulajdonképpen az emberiség összes írása, amelyik eredeti természetes úton kialakult írás, az egyetlen ősi írás leszármazottja. Egy Genevieve von Betzinger nevű nő nemrégen végigmászkálta az összes kontinens barlangjait, és a falairól összegyűjtötte a jeleket. Ugye hát ezek némelyike már ismert volt, de ő módszeresen mindet felmérte. De csak a falakról. Tehát én tudok 2 barlangi leletet is, a Stadel barlangból, meg a Mazde-Azili barlangból is, ahol a talajból ástak olyan tárgyakat, amelyeken jelek vannak. Azokat ő nem vette figyelembe. De amiket a falakról összegyűjtött, azok megdöbbentőek. Például az ausztrál barlangokból 17 jelet talált, és abból 10 egyezik a székely rovás jelekkel. És körülbelül hasonló az aránya a többi kontinensen is. Most ezek után rám várt a válasz, hogy hát ez minek köszönhető, ugye? Utána néztem a szakirodalomban, vagy 8 szerző mondta azt, hogy ezzel nem kell törődni, mert ez véletlen. Hát igen, nem csak, hogy a matematikusok a véletlent kutatták. És szerintük a tudományban nem illik a véletlen szót hangoztatni, mert nincs véletlen. Összeírtam, ezt fogom bemutatni különböző táblázatokban, hogy hol vannak a székelyíráshoz hasonló jelek. És megpróbáltam tisztázni, hogy az összefüggésnek mi a magyarázata. Hát először is elmentem egy matematikushoz, végeztünk egy valószínűségszámítást, és abból az derült ki, hogy ezek a hasonlóságok mind a rokonság jelei. Tehát magyarul az összes létező jelrendszer, írásrendszer, ugye a természetes fejlődéssel lét, az egy közösségből alakult ki. És ez a Genevieve
von Petzinger is azt mondta, hogy amiket ő a barlangban talált, azok annyira hasonlóak egymáshoz, azt nem vette észre, hogy a székely íráshoz is, hogy ezeket még Afrikában vagy alakították ki. Most az ember, homo sapiens sapiens, tehát a modern ember, körülbelül 200 ezer éve Kelet-Afrikában alakult ki. 100 ezer évvel ezelőtt átköltözött a Közel-Keletre, és onnan rajzottak szét Európa, Ázsia, Amerika és Ausztrália benépesítésére. Az ausztrál négerek körülbelül 60 ezer évvel ezelőtt érkeztek Ausztráliába. Tehát a jeleink legalább ilyen régiek, a közös jeleink. A székely írást ma alfabetikusnak tekintik és betűző módon használják, bár évszázadok óta ismert, hogy vannak több hangértékű jelei is. A hieroglifák napjainkig megtalálhatóak a népi és vallási jelhasználatban, a régészeti leleteken és a klasszikus ókori írások jelei között is. Kezdetben szójelei voltak, most meg elsősorban alfabetikus, tehát a jelei egy hangot jelölnek. Modernizálódtak az igényeknek megfelelően, mert azzal a régi szójeles jelkészlettel csak néhány vallásos mondatot lehetett leírni. A rovásírást csak különleges alkalmakkor és helyeken használják manapság a székelyek. Például, ha van az embernek egy kapanyele, abba belevésheti rovásjelekkel a nevét vagy a kezdőbetűit. Nekem a kulcs karikámon vannak ilyen rovásjeles. Az új adatok segítségével néhány kőkori szöveg érthetővé és olvashatóvá vált. Az írástörténész szerint a hieroglifikus írást egy magyarral rokon ősnyelv számára alkották meg, mely azonos lehet a Bibliában említett a bábeli zűrzavar előtt használt nyelvvel. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!